Megnyílt a Vajdasági Szabad Egyetem mintegy 80 fiatal résztvevője előtt a kishegyesi kátai tanya kapuja. Tavaly a rendezvény a járványhelyzet miatt elmaradt. A 18. négy naposra tervezett rendezvény kapcsán nagy volt az érdeklődés. A hivatalos megnyitó után a fiatalok egy ismerkedős csapatjátékon vehettek részt. Ismerkedős játékok közül az utolsó tetszett a legjobban, ahol kaptunk egy szavat, amiről nem tudtuk, hogy mi az, hátunkra volt ragasztva, és ki kellett találni barkóba-szerűen, csapatbarkóbát játszottunk igazából. A program és az ismerkedés bulizás lehetősége vonzotta a bajmoki Alexander Molnárt az idei rendezvényre. A koronavírusnak köszönhetően azért két év szünet után nem volt semmilyen program, és ez egy érdekes programnak tűnt, úgyhogy a húgom unszalására is az érdekes programoknak köszönhetően úgy gondoltam, hogy eljövök. Három hónap alatt sikerült megszervezni idén a Vajdasági Szabad Egyetemet a 17 fiatalból álló szervező csapatnak. A rendezvény formai része megmaradt. A fiatalok előadásokat hallgathatnak, és önismereti műhely munkákon vehetnek részt. Azonban idén nagyobb teret kaptak a szabad programok, az ismerkedés, a társalgás, a szórakozás. Sokat gondolkodtunk azon, hogy mennyiben változtassunk az előző koncepciókhoz képest, viszont igazából visszajelzésként azt tapasztaltuk, hogy leginkább azt igénylik a résztvevők, hogy kicsit lazább legyen a napi programterv, mivel az előző pár alkalommal tényleg szinte katona sorrendben voltak állítva a programok a nap közben, és kevés idő jutott arra, hogy egymás között, tehát hogy egymás társaságában időt töltsenek, hogy beszélgessenek, így idén szerettünk volna erre is egy kicsit lehetőséget adni. Pénteken a WIFO történetéről készült másfél órás dokumentumfilmet mutatják majd be a résztvevőknek. Ezzel ünneplik a Vajdasági Szabad Egyetem fennállását. Szombaton, a záró ünnepség után bulival fejeződik a rendezvény. Az esemény támogatója a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács.